szerep is. Semmi harcés! A te vége! A kolibri színház az egész világ. A kolibri, kolibri, kolibri színház van. Szárnyai, bontja és kapuja nyitva. Ruszina Szabolcs vagyok, a Kolibri Színház tagja, 2003 óta állandó tag, de az én életem itt a Kolibri Színházban 2000-ben kezdődött el, amikorra elhívtak a Csokonai Színházból Lengyel Pálnak egy rendezéséhez, de az a darab nem készült el, én már ki voltam adva, és olyan rendkívül nagy szerencsém volt, hogy Horváth Péter akkor rendezte a Hófehérke című előadást. Nagyon jó érzés úgy elkezdeni egy új helyen egy előadást, hogy az ember nem valami írdatlan dolgot kell csinálni, hanem megérkezik, és egy picit így belesimul, megszokja a milliót, megszokja a jelenlétet. Én voltam a negyedik törpe. Szóval ez volt az első előadás, amiben játszottam, és az még egy klasszikus paravános bábjáték volt. Én nekem ez nagyon jól esik. Nagyon jó volt Péterrel együtt dolgozni, rendkívül érzékeny és klassz dolgokat mondott, és hát a másik dolog meg, hogy tele volt a színpad szerelemmel. Tehát a paraván mögött volt két pár, akik akkor jöttek szerintem össze, és amikor csak lehet csókolóztak. Mondjuk a tapsrend alatt, amikor éppen nem kellett meghajolniuk, tehát így értem ezt. Szóval nem folyamatosan zajlott a háttérben ez a munka. És még egy összetevő, hogy ebben a darabban mondjuk így elsüthettem egy olyan dolgot, amit én így nagyon szeretek, egy afrikai dal, amit Horváth Péterünk is nagyon megszeretett, ez a Bájézá Kuzázá szövegű dal. Aztán ez felbukkant egy sok-sok évvel később, teljesen más generáció, teljesen más nézők hallhatták egy másik előadásban. Ez egy 6 szólamú dal is, olyan jó volt, hogy valamit behozhatok, ami mit keres egy afrikai dal egy Hófehérke előadásban, de mi törpék erre mentünk dolgozni, szóval ez nekünk ez teljesen jó volt. Szóval ez volt az első előadás, amiben én itt részt vettem, akkor még mint vendég, tehát én innen haza szaladgáltam Debrecenbe, haza, tehát ott volt az anyaszínházam akkor, a Csokonai Színház, én a főiskoláról rögtön oda szerződtem. A következő, most csak egy játékból lapozgatom, de csak úgy hencegjek, hogy ezt, végülis ezt én csináltam. Pontosan tudom, hogy miről szeretnék beszélni. Az pedig az Emir is a detektívek. És amikor ezt a feladatot kaptuk, hogy gondoljuk már végig, hogy melyik előadás volt az, ami nagyon meghatározó volt a próbaidőszak, vagy más ok miatt. Nézegettem végig pontról pontra, vagy évadról évadra, hogy melyikben játszottam, mi történt velem. Előhívott egy nagyon-nagyon régi élményt. Azt, hogy amikor iskolában elmentünk egy Emir és a detektívek előadásra. És nekem az ilyen hihetetlen volt, hogy ennyire fiatal, lendületes, zenés, úgy a csapatban tudtam érezni magam, vagy szerettem volna a csapatban érezni magam. Nagyon jó élmény volt az előadás, ezt mondom, általános iskolásként láttam. És amikor mi eljátszottuk ezt a 2010-es bemutatót, ami a címben szerepel is, hogy Emir 2010 és a detektívek, egy ilyen picit már egy ilyen modernebb korban, ahol a számítógépet használjuk, és ilyen kulcs szónak használjuk ezt a kifejezést, oda jött hozzám a lányaim iskolájából egy szülő, hogy fú, de jó volt. És teljesen visszaidézte nekem azt az élményt, ahogy én éreztem magam, és ezt egy szülő adta így át nekem, hogy a saját gyerekével és az ő osztálytársaival együtt volt színházban, és hogy milyen jó érzés volt ez. Tehát ez egy rendkívül jó visszajelzés volt, hogy azt a jó élményt én is át tudtam adni másnak. A további nagy örömök nekem itt az Emir és a detektívvel, az egyik az például, hogy tanulni kellett hozzá táncolni. Eleve, hogyha valami szöveget tanulni kell, tehát az egy kényelmetlen dolog.
tud lenni. Látva, aki szeret, nekem ez mindig is egy nagy nehézség. Tehát én is megkérdezem a színészeket, hogy hogy tudnak ennyi szöveget megtanulni, mert én is így érzem ezt a dolgot, hogy ez beláthatatlan nehézség. De tanulni kellett táncolni. Ami ugye az előbb említettem, az nekem nagyon így az egyik ilyen kedvenc elfoglaltságom volt. Nagyon jó volt, hogy egy olyan táncot kellett megtanulni ehhez, amit én magamtól is tök szívesen tanultam volna. Szóval táncoltam, zenéltem, doboltam, rappeltem. Ez mind ajándék volt nekem, amellett, hogy ez munka. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, hogy meghallgathatod. Szevasztok! És Kolibri Színház az egész világ, a Kolibri, Kolibri.